500 év történelme versben, dalban címmel tartott előadást Dínyés József énekes, dalszerző a Bonyhádi Művelődési Házban. A Radnóti díjas művész a Mohács utáni időszakot mutatta be a közönségnek. Mindezt olyan rendhagyó módon tette, hogy némi történelemórát és személyes megjegyzéseket csempészett a korhű dallamok közé. A hangulat sajátos, pillancsanak bele önök is. Azok nem gondolnak ez így beszédekkel, kik maguk kelletik ízelkedésükkel. Nyájasok beszélnek, ő fejedelmükkel, elvesznek nyelvükkel. A téma 500 éves. A magyar történelem versben, dalban mindig is ingerelte az énekmondó barátaimat. Miután 40 éve a pódiumon vagyok, elég sok tanítványomat sikerült rávenni arra, hogy temperamentumuk, akaratuk, szándékuk, magyarság, tudatuk oly erős, hogy miért ne énekelhetnének Vattai Ferenc, Tinódi Sebestyén, Balassi verseket. Miután tanítványaim jól felszerelték magukat, és sajnos kevesen vannak, akik Kobzos Kis Tamás, Kátai Zoltán és még mások, természetesen azért elegen vannak, elhatároztam, hogy én is belefogok ebbe. De csak azért, hogy folyamatosan tudjak beszélni, mától visszatekintve különböző korok ízlésére, vers stílusára, vers elemzésbe torkolló előadásokon keresztül hadd mutassa meg a korabeli énekeket. Látod nagy haragját, nem tiszteli urát, fogja meg szakállát, vedd el csak jó szágát, megalázza magát. Most jön a papok. Pénztől elfutamtak, szűrben beöltöztek, szépen, ha beszélnek, kevesebb nem vesznek, pointokat mérnek, ládában gyűjtenek, vele nem építnek. Ez igazából ismeretterjesztés, történelem, irodalomtanítás, zenén keresztül. Miközben anekdótákat, jókedvű szövegeket mond az ember ahhoz, hogy jobban megértsék a kor emberének lelkületét, talán a kor történeteinek egyes eseményeit, fölszakadnak a gátlások, ismerté válnak azok az összefüggések, amelyek talán a történelem órán elmaradtak, talán az irodalom órán elmaradtak, ének órán pedig meg sem érintette őket. Azért nem egyéb a szent házasság, hanem tisztaság és nagy jámborság, Istentől szerzett igaz társaság, és törvény szerint való nyájasság. Egy nagyon régi hangszer, mai készítésű változat, a koboz. 4x2 húrja van, kvint, és egy kvárt húr, mint a gitárnál. Ugyanúgy viselkedik, mint egy mandolin, vagy egy cimbalom, vagy akár a gitár is. Ezzel a régi, nagyon erőszakos hangú hangszerrel kísérték a dalaikat, és fejhangon énekeltek a régiek, hogy jobban hallják messzebbre, elnézést a mikrofontól kérek elnézést, és a koboz pedig nagyszerűen szólt hozzá. Jól vágott hozzá a kontrahegedű, vagy az ütőgardon, vagy a részdob. Ezek voltak a korabeli hangszer kísérői. Megmutatok egy ilyen... Kicsit kötődjön az iskolai anyaghoz. Miután a 40 év során, mióta pódiumon vagyok, nagyon sok rendhagyó magyar órát tartottam, és az úgymond 16 évvel ezelőtti oktatáspolitika szerint nem igen térhettem el sohasem az iskolai anyagtól, csak egy kicsikét, egy picikét mindig azért mellélődtem, hogy azért mást is halljanak a korabeli diákok, ne csak azt, ami a tankönyvben van. Ezért egyre gazdagabb lett a repertoár, mert az évek során azért tágult a repertoár, tágult az iskolai anyag. Harmadszor szerzély ennek okáért, gyarló embernek orvosságáért, fertelmességnek, gyűlöltségén, parázdaságnak, távozásáért. Immár halljátok, s megértsétek, ti tiszteteket ne felejtsétek, szükség, hogy egymást tiszteletsétek, és Isten szerint együtt éljetek.
beszélgetek. A legkülönbözőbb közeg fogadta be, hiszen ma már a művelődési házak helyzete eléggé mostoha. Van, ahol egy református gyülekezeti terembe tartom az előadást. Nem olyan nagy ajándék, mint itt Bonyhádon, hogy a művelődési háztól kaptam egy termecskét, ahol ha többen lennénk, másik teremben lennénk, vagy ha kevesebben vagyunk, mint most is, ugye akkor ebbe a terembe voltunk. Aztán van olyan hely, ahol templomba tartom. Református templomban ragyogó akusztika, és ott méltósággal lehet ezekről a dolgokról beszélni, nem mint hogyha máshol nem. Aztán van művészeti alapiskola, amelyeket sajnos mostanában akarnak megszüntetni, Sárospatakon például. De a legkülönbözőbb helyszíneken 50-80 ember, 30 ember, bizony néha kevesebben, mint például sajnos itt a bonyháti átlag egy kicsikét alacsony. Meg kell jegyeznem, minél nagyobb egy település, annál kevesebben vannak. Őket megverni lehetetlen, vélték! Nándorfehérvárig menjünk, ők azt beszélik. Jó nagy kopájuk van. Ímali basa tábor átjáratán, az álló seregben köznépet állítva. Sárospataktól Körmendig, Bonyháttól Turkevéig, hiszen 15 városban mondom ezt a történetet. Ezt a történetet, ami mindannyiunké, a mai magyaroké, és 500 évvel ezelőtti magyaroké is. Ő magzatinak gondját viselje, nagy szeretettel őket nevelje, adra Istennek ő félelmére, őket tanítsa, jóra intse. Ezeket szerzi szépen versekben, Batizi András egy jó kedvében, született után ennyi időben, 1500-ban és